Amíg Karácsony Gergely a Városházán köszöntötte az ukrán sportolókat a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével, addig a Momentum erővágókkal és újabb kordonbontással készült a Karmelitánál az ukrán függetlenség napjára. A miniszterelnöknek még egy hátizsákot is hoztak arra az esetre, ha Ukrajna felé venné az irányt. A táska végül nem jutott át a rendőrsorfalon. Bár Orbán Viktor a háború kitörése óta nem járt Kijevben, Novák Katalin most újra az ukrán fővárosba látogatott. A köztársasági elnök négy szem közt tárgyalt és 5 pontos megállapodást kötött Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezek alapján közvetlen elnöki kommunikációs csatornát állítanak fel, kiemelten együttműködnek a háború által érintett gyerekek ügyében, valamint mielőbbi előrelépést próbálnak elérni a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait illetően. Az ukrán gabona exporttal kapcsolatban viszont már más a helyzet, mivel a kormány fenntartaná a jelenlegi behozatali tilalmat. Bedő Dáviddal, a Momentum frakció vezető helyettesével beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Arról, hogy ezek az erővágókkal erőt kívánnak demonstrálni esetleg, vagy mi végre ezek a visszatérő demonstrációkat, hogy láthatóan, hogy tovább folytassam ezt a gyenge szóviccet, hogy Orbán Viktor viszont nem vág eret magának, nagyon nagy izgalomban nem jött ettől láthatóan. Amikor elkezdtük a kordonbontást még idén, februárban, március elején, az első alkalommal, akkor ugye egyértelművé tettük azt, hogy ameddig az a kordon a Karmelita előtt áll, az a hazugság kordona, addig mi vissza fogunk oda járni, és el fogjuk bontani azt a kordont. Tehát egy szimbolikus akciónak is tekintjük. Részben egy szimbolikus akció. Azt a kordont évekkel ezelőtt azért állították, hogy kizárják a nyilvánosságot, kizárják az embereket, kizárják a sajtót, ne lehessen kérdezni a kormánytagoktól. Az volt az egyik utolsó olyan helyszín, ahol lehetett kérdezni a politikusokat, a fideszes politikusokat, hogy mégis mi az elképzelésük az országról, illetve egyes intézkedések kapcsán, mi a véleményük. Na most ezt is megszüntették. Ráadásul hazudnak róla folyamatosan, azt mondják, hogy egy építési terület. Most évek múltán a kordonbontásnak köszönhetően már az is kiderült, hogy nem egy építési területről van szó, hanem épület védelmi okokból, objektum védelmi okokból áll. Ez hivatalos válaszként érkezett? Ez már a rendőrség ezt megerősítette, a kormány tagok még továbbra is ragaszkodnak. Hát akartam, de esetleg tehettek a feljelentést az ügyben is, hogy milyen minőségű munkát végezhettek a Karmelita felújító, hogyha további 2 évig kell ezt renoválni. Így igaz, itt folyamatosan megyünk utána ennek az ügynek, hogy kiderüljön a teljes igazság ebben a történetben. Egészen egyértelmű, hogy nem építési területről van szó, hanem arról van szó, hogy itt egyszerűen ki akarják zárni az embereket, ki akarják zárni a sajtót, nem akarják közelengedni Orbán Viktor több 10 milliárdos irodájához az embereket. Jó, ezt én értem most már nagyjából, meg nyilvánvaló is, hogy többször is elmondták, hogy mi a szándékuk, de az eredményességét érzik-e, vagy nem kedvetleníti el önöket az, hogy 8 alkalommal már ez eredménytelen volt, illetve értek el az eredményt? Mi számít eredménynek egyáltalán? Mit várnak az ilyen akcióktól? Ez egy kiváló kérdés, ez a legtöbb ellenzéki akciónál, vagy a legtöbb akciónál fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy mi számít eredménynek. Mi azt gondoljuk, hogyha ennek a híre már eljut egy új választó, vagy egy új választópolgárhoz, aki látja, hogy mi zajlik ebben az országban, mi történik a Karmelita kolostornál, hogyan zárják ki az embereket, eljut annak a híre, hogy Orbán Viktor nem hajlandó elmenni Ukrajnába, nem hajlandó elmenni Kijevbe, most már 1,5 éve a háború kirobbanása óta, és hogy milyen folyamatos kettős beszédet és hazugságokat táplál itt a magyar társadalomban, akkor az már egy siker. Utánunk következik a Szemtől Szemben rovat, amiben el tudnám képzelni önöket is, ez itt egy ötlet is mindjárt szerkesztőknek akár. Mondjuk Keresztes László Lórántal képpen az előbb beszélt arról, hogy hát ők mennyire ellenzik, vagy nem tartják helyesnek ezt a fajta taktikát az önök részéről. Ugyanakkor itt szóba került a Fidesz sörén való hab hasonlat, meg mindez oda-vissza, mint hogyha osztanák egymást, és különösen látva az Ideaintézet minapi felmérését, amiben hát nem történt drámai változás mondjuk úgy a támogatottsági adatokban, bár a Fidesz vesztett népszerűségéből, de ezt az ellenzék nem tudta kihasználni. Nem gondolja, hogy ezért is van, mert hogy az ellenzék tagjai egymással vannak inkább elfoglalva, mint sem, hogy eredményesen politizálnának akár a kormány ellenében? Szóval azt tegyük hozzá, hogy nem mi vagyunk elfoglalva az LMP-vel, az LMP van elfoglalva. Hát ez így szokott, hogy mindig a másik kezdte. Ők azért azok, akik elsősorban folyamatosan kommentálni szeretnék a mi akcióinkat. Nem teljesen értjük, hogy miért nem inkább politikai ügyekkel foglalkoznak. Mi nem csak a kordonbontással foglalkozunk. Ha csak a kordonbontással foglalkoznánk, akkor az egy talán jogos kritika lehetne. Csak az a helyzet, hogy több mint 1000 ember jött el a különböző konferenciáinkra, ahol bemutattuk az alternatívánkat, a víziónkat, a Holnap Magyarországa tervet.
oktatási kampányt szerveztünk a nyár elején, folyamatosan járjuk az országot, szinte minden nagyobb településen megtalálhatóak vagyunk, és helyi ügyeket karolunk fel, Debrecentől kezdve Győrön át, Mosonmagyaróváron. Ezen kívül a vonalbezárások ellen kampányolunk, a kastélylopási törvény ellen kampányolunk, szóval folyamatosan megtalálhatóak vagyunk, különböző ügyekben politikai cselekvéseket folytatunk. Az LMP-től ezt nem látjuk, az LMP-től inkább csak azt látjuk, hogy minket támad a különböző akcióink miatt. Na, hagyjuk is akkor az egymással való összecsapást, azt esetleg tényleg egy későbbi szemtől szembe beszélgetésre tartogassuk. Viszont nézzük akkor a tegnapi akciónak a konkrétumait, ugye, ha már említette, hogy milyen konkrét javaslataik vannak, többek között Orbán Viktornak szerettek volna ugye egy táskát átadni, amiben különböző az Ukrajnával kapcsolatos viselkedésre vagy viszony változtatására vonatkozó utalások voltak. Ezt ugye nem sikerült eljuttatni hozzá közvetlenül, de ezen kívül, hogy megakadályozták a közeljutásukat az épülethez, a rendőrökkel most nem volt különösebb összecsapás, ezt meg tudja erősíteni? Tehát békés volt ilyen szempontból a demonstráció? Igen, ez abszolút az első pár alkalommal volt kisebb-nagyobb perpatvar a rendőrökkel, akkor látható volt, hogy még nem tudják, hogy mit csinálják ezzel a kordonbontással. Azóta már nyilván megérkezett a vezetői utasítása Karmelita Kolostorból, vagy a belügyminisztériumból, hogy hogyan álljanak ehhez az egész kordonbontáshoz, így most már nem avatkoznak közben. Na, nézzük a konkrétumot, tehát mi lenne az elvárásuk Orbán Viktorral szemben, vagy kapcsolatban, hogy mit várnak tőle ukrán viszonylatban? Azt is figyelme véve, csak kérdezem, hogy mit gondol, az irány viszont helyese, és azt támogatják, amit a köztársasági elnök asszony a minap képviselt, és ebben az 5 pontos javaslatcsomagban, hogy egyességben végül is létrehoztak Zelenszkij, egyfajta közeledést, pozitívnak tartja ezt az irányt? Az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy ez a folyamatos kettős beszéd megy. Egyrészt a diplomáciai arcnak, úgymond a józsarúnak ott van Novák Katalin, aki elmegy Ukrajnába, találkozik az ukrán elnökkel, de közben pedig idehaza Orbán Viktor folytatja ezt a kettős beszédet, és nem áll ki egyértelműen Ukrajna mellett. Elég, hogyha csak visszagondolunk arra, hogy augusztus 20-án milyen vendégeket fogadott Orbán Viktor. Egyetlen egy darab Európai Uniós vezető nem volt itt, egyetlen egy darab nyugati szövetséges nem volt itt, helyette az a tatár vezető, aki segítkezik Vladimir Putyinnak abban, hogy ukrán gyerekeket deportáljanak Oroszországba, őt viszont meghívta, és készséggel fogadta. Közben a propagandában is azt látjuk, ugyanezt a kettős beszédet látjuk, hogy az Ukrajnát támadják, és az oroszokat folyamatosan mentegetik. Orbán Viktor egyszer sem állt ki nyíltan Ukrajna függetlensége mellett, és egyszer sem mondta azt, hogy orosz katonáknak haza kellene mennie azonnal. Ez egyszer sem történt meg. Mi azt várjuk el Orbán Viktortól, hogy menjen el Ukrajnában, mint az utolsó, a legeslegutolsó Európai Uniós miniszterelnök, mert ő az egyetlen, aki még nem volt Ukrajnába, és üljön le az ukrán kormánnyal, és kezdjék el a helyreállítását a magyar-ukrán kapcsolatoknak, másrészt fejezzék be ezt a kettős beszédet a külpolitikával kapcsolatban, és a propaganda tévéjükben, újságjaikban, rádióikban pedig tegyék egyértelművé a helyzetet, hogy itt Oroszország az agresszor, és Ukrajna az, akit támadnak, és Ukrajna egy szuverén, független állam, akinek joga van az önvédelemhez. Ennek értelmében nem gondolja, hogy nem Orbán Viktor, de a köztársaság elnök, az a Novák Katalin elég egyértelmű és sokak számára meglepő kijelentéseket is tett, például a Krím viszonylatában, hogy azt is visszaadandónak tartaná Ukrajnának. Tehát ez azért elég erős, mégiscsak egy köztársaság. Most egy más dolog, hogy Magyarországon milyen súlya van a két pozíciónak, de azért egy köztársasági elnöki ilyenfajta kinyilatkoztatás elég erős egy ország részéről, nem? Ahhoz, hogy jelezze a hozzáállásunkat az ukrán-orosz konfliktushoz. Nem, szerintem messze nem elég erős ez a kinyilatkoztatás, tekintve, hogy mindenki pontosan tudja, a nyugati szövetségesek is, és Ukrajna is, hogy Novák Katalin szava semmit nem ér. Ebben a rendszerben Orbán Viktor az, aki döntéseket hoz, ebben a rendszerben Orbán Viktor az, aki meghatározza a külpolitikai irányvonalat, és ő hozza meg a fontosabb politikai döntéseket. Csak azért, mert odállítanak egy kedves arcot, a köztársasági elnököt, és ő arról beszél, hogy mennyire fontos Ukrajna függetlensége, több még nem fogják elhinni az ukránok, hogy a magyar kormány ezt valóban így gondolja. Ők is pontosan jól tudják azt, hogy ezt csak azért csinálják, hogy meglegyen ez a fajta kettős beszéd, legyen egy józsarú is az egészben, de közben Orbán Viktor és a Fidesznek a külpolitikája és a politikája egyértelműen nem arra tesz utalást, hogy itt kiállnának Ukrajna függetlensége mellett és szuverenitása mellett. Nagyon szépen köszönöm Bedő Dávidnak, hogy eljött és elmondta mindezt.